A szerelem örök. Magyar hangok. Bognár Anna, Markovics Tamás, Forgács Gábor, Versényi László, Előd Botond, Molnár Ilona, Rosta Sándor, Feszbaum Béla, Katona Zoltán, Glósz András, Olá Orsolya, Bognár Zsolt. Fogom venni a könyvét. Hol az én kis rózsaszálom? A kis csipe. Jól van. Menj a papához. A mami siet, vedd gyorsan az inget. Matthew. Köszönöm. Jeff! Bocsánat. Megint Kuki fejte meg a tehenet. Elszaladt az idő. Gyere ide, kincse. Jó kislány. Jó reggelt, Jeff. Jó reggelt. Igaz, hogy nem előkelő marhasült, de azért edd meg, Jeff. Jó reggelt. Jó reggelt, Kati. Nos. Azért, amit asztalunkra adsz. Úrunk, hála legyen neked. Ámen. 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 Minek úgy kapkodni? Nélküled úgy sem kezdik el. Rossz példa a diákoknak, ha a tanár elkésik. Kuki, átvenni? Ó, szíves öröm este, gyere csak ide, te kis tündi. Na, csipkedjük magunkat, mi is át kell terelni a teheneket a patakhoz. Jövök. Jó van, Medi, fogadj szót Kukinak. Igen. És mikor mondja, szépen feküdj le aludni. És ne rendetlenkedj. Szaladok. Megszedjük virágot. Jó lesz a nyakán. Missy! Mi az? Elfelejtettem valamit? Nem. Csak egyszerűen szép napot akartam kívánni. Szép napot? Hát, köszönöm. Szép napot neked is. De mit akart igazából Mr. Lahey? Utálom, hogy el kell járnod dolgozni. De az asszály és a marhavész óta a csorda sokkal kisebb, mint kellene. Az úr tudja, hogy mekkorának kell lenni a csordánknak. Bízzuk hát, ő rá magunkat. Igazad van. Tudom én azt. Na de most már jobban megyek, hogy új tanár után fognak nézni. Szeretlek. Szép napot! Neked is! Hozzák föl erre,
fiú! A csordát a patakhoz, már is jövök én is! Meg lesz! Meg lesz! Üdvözlöm, Mr. Rahegy. Polgármester. Abel. Mi áradban erre? Csak lényegre törően, igaz-e? Ilyen a természetem, Sam. Látod, Abel, ezért vagyunk éppen itt. Ennek az embernek nem kenyere a mellébeszélés, ami a szívén az a szája. Felteszem, nem azért jöttek idáig, hogy nekem bókoljanak. Hivatalos ügyben jöttünk. Sheriff kéne Tedford Junctionbe. Ha a hivatalos véleményemet kéri, azt kell, hogy mondjam, egyetértek. Hivatalosan felajánlom az állást. Nem vagyok én jogászember. Hallgasson végig, Willy. Az állással együtt járnak bizonyos előnyök. Például a szép és biztos jövedelem. Miért én? Mert magát szeretik. És maga képes lenne őrizni a békét. Fenntartani a rendet. Megtisztelő, de nem fogadom el. Bőven ad nekem munkát a csorda, amíg vására nem hagyjuk. Márpedig én felveszek egy sheriffet, Willy. És szeretném olyan becsületes embernek adni az állást, mint maga. Tudja, így segíthetne a családján és a városon is, csak gondolja meg, Willy. Csapja lovak kezét. Meglepetésem van a számotokra, gyerekek. Valaki vadonatúj olvasókönyveket ajándékozott az egész osztálynak. Igen, Annie? És meg is tarthatjuk őket? Mindegyik őtök kap egyet kölcsönbe az év végéig. Segítesz nekem kiosztani? Parancsolj, ott kezd. Most pedig... Nyissátok ki a könyvet, és írjátok a neveteket a belső borítóra. Ceruzával, és a legszebb gyöngybetűitekkel. Mrs. Lahey! Igen? Az én könyvemben már van név? Az, hogy Samuel H. Doros. Azért már Doros polgármestertől kaptuk a könyveket. Ha ő nem ilyen nagy lelkű, nincs új könyvünk. Na gyerekek, kezdjük az órát egy kis gyakorlással. Fogjunk hozzá. Lapozzatok a harmadik oldalra. Mikor jön már? Most már bármelyik percben. Nézzétek, ki van itt. Te se akartál lemaradni, igaz? Na, de most vegyétek elő a legjobb modorotokat. Csak mert a vadnyugaton élünk, nem kell úgy is viselkednünk. Már látom! Már látom! Megjött! Megjött! Édes kicsikém! Apa! Hát itt vagy! Jaj, végre itt vagy! Itt vagyok, szívem! Ó, hogy mennyire gyönyörű vagy!
Megígértem édesanyádnak, hogy jól eszembe vésem ezt a percet. Ó, apa, ha tudnád, mennyire hiányoztál. Anya és a fiúk jól vannak. Ők is jönni akartak. De ahhoz túl sok lett volna az úti költség. Én is örültem volna nekik, de olyan jó, hogy nem halogattad tovább az utazást. Anyáddal megegyeztünk, hogy itt az ideje, hogy útra keljek, és bizony az úr keze is benne volt a dologban. Mert hirtelen minden megoldódott. És most itt vagyok. Veled. Kicsikém. Angyalom. Annyira hiányoztál. Gyere, ismerkedj meg az unokáiddal, akikről már annyit írtam. Igen. Még mindig olyan szép vagy. Nagypapa! Szia! Szia! Ő itt, Medi. Rázós volt a postakocsi. Azt hiszem, haza inkább gyalog megyek. Keti alszik, mint a bunda. Harc nélkül feladta volna. Oh, kimerítette a sok izgalom, hogy megérkezett a nagypapája. Hát, izgalmas volt a mai nap nekem is. Márti és én nagyon hálásak vagyunk, hogy megismerhettük mindannyiukat. Missy leveleiből. De olyan jó végre összerakni az arcokat a nevekkel. Nehéz volt a távollét. És tudom, hogy sok küzdelem van mögöttetek. De az Úr velünk van. Bizony, kemény évek voltak ezek minden farmernek. A szárazság is sújtott minket, és a marhapest is végig söpört a völgyen. Hál' Istennek a tanítás is hoz valamit a konyhára. Főhogy, kitartsunk, míg tavasszal a vására hajthatjuk a marhát. Imádkozunk, hogy jó pénzt hozzon, hogy pótolhassuk, ami kell. Ezért imádkozom én is. Addig is hálás vagyok, hogy itt lehetek. Hogy tudsz mindig meglógni, még mielőtt felöltöztetnélek? Na, gyere ide! Keverjük, aztán átforgatjuk rá. Kiviszem apádat, megmutatom a csordát. De csak azután, hogy láttam az én kis unokámat. A rózsaszállat. Megyek, felkeltem. Nem szokott ilyen sokáig aludni. Ne törjön, mert akkor kezdhetjük előről. Az, keverjük. Jó reggelt! Jó erősen, határozott mozdulatokkal. Úgy, jó lesz. Nagyon jól csinálod. Willy! Gyere. Mi a baj? Nem lélegzik. Keti! Willy nem lélegzik! Keti! Uramisten! Keti! Uramisten! Gyere ki innen! Ó, jelkes Istenem, Willy! Keti! Ó, Istenem! Kérlek, Keti, be! Istenem, csak ezt! Jézus, jó Isten! Kérlek! Mi az? Keti. Mi az? Keti, ébredj fel! Oda szállom meg! Kérlek, Keti! A gyász elemészt. Az érzések megcsalnak. Valahogy, Uram, engedd, hogy békét lejjünk ígéretedben. Ígéretedben, hogy Keti már a te karodban van. A mennyországban. Ahol nincsenek könnyek. Nincs fájdalom. Nincs bölcső halál. Csak is öröm, és béke, és szeretet. Uram, kérlek, légy Missyvel és Willyvel, és a családjukkal. Kísérd őket gyászukban. Légy támaszuk, mikor meginognak, és erősítsd őket, mikor úgy érzik, nincs tovább. Isten áldjon meg benneteket. Be tudnának segíteni Missynek a héten? Hogy ne szívesen.
tényleg. Meg leszek egyedül. Vigyázz nagyon Ketire, Sunny. Nehogy félnie kelljen. Picike még és szörnyen magányos lehet. Ha csak arra gondolok, hogy... Nagyon sajnálom a kis húgodat. Nem is tudom, hogy mit mondjak. Én sem. Sajnálom. Kérem, fogadja részvéte Mr. Davis. Valóban szörnyű tragédia. Nagyon sajnálom. Köszönöm. Szervusz, Simon. Mr. Davis, a lányom Colette. Colette az úr Mr. Clark Davis, Mrs. Lahey apja és a kis Keti nagyapja. Fogadja őszinte részvétemet. Köszönöm. Borzasztó. Köszönöm. Colette a szünetre jött haza. A Millington intézetben pallírozta a tudását oda át keleten. Nagyszerű. Tudja, hogy van ez a lányokkal. Könnyen összetörik az apjuk szívét. És nem csak egy módon. Szívemből beszéltél. Jó. Furcsa. Ahogy egy pillanat alatt minden megváltozik. És az ember már is nem biztos semmiben. Mindig csak a csapások. Meg kell, hogy mondjam, pár éve, mikor felvettél és a kezed alá dolgoztam, sokkal kevesebb feszültséggel járt, mint a saját birtok. Most, hogy nős vagyok, és Melinda várandós, most döbbenek rá, hogy milyen nagy a tét, mennyire akarom, hogy menjen a szekér. Elaltattam pont úgy, mint máskor. Mielőtt lefeküdtem, még egyszer ránéztem, és jól volt. Aztán reggel, mikor kelteni akartam, nem lélegzett. Csak biztonságban legyen. Óva minden bajtól. Missy. Megleszek. Megleszek. Leszek.
Szép beszéd volt, Henry. Köszönöm. Talán maradnia kellett volna a hivatásánál. Azokból a fenkölt szavakból ítélve. Jobban ért maga Istenhez, mint a marhához. Új ló? A nejem kapta az apjától. Szép ajándék. Hát nem emlékszel? Mondtuk, hogy az angyaloknál van. A mennyben? Igen, kincsem. Miért? Nem tudom. Jó reggelt. Jó reggelt, Missy. Medi, alszik még? Igen. Mit csinálsz? Ma tanítás van. Egyszer végre időben kezdek. Jeff, hoznád a lovan? Missy. Korai ez még. Jeff, hozd a lovan. Hogy már is visszamész tanítani. Ez nem az én döntésem. Dolgoznunk kell. Kell a pénz. Kuki, megtenné, hogy ma nagyon figyelmed ire? Igen, asszonyom. Vidd fel kérlek a bölcsőt és a többi holmit a pajtába. Majd jövök. Egyedül múlatod az időt? Nem bánom a magát. Legalább átgondolhatom a dolgaimat. Moby Dick. Szerintem ez Melville legjobb könyve. Igen. És már is az ő bálna vadászai. Ami az írókat illeti, én Dickensre voksolok. Már a szép remények felénél járok. Az alkonyi köd felszállóban volt, és a nyomában felömlő. Lágy békés fényben. Többé nem látszódott az elválás árnyéka. A könyv utolsó pár sora. Nem akartam elrontani a végét. Azért csak olvasd el. Nem kéne így meghajszolni. Rengeteg a kátyú meg a préri kutya odú. Ó, miattam ne aggódj. Gyakorlott lovas vagyok. A lovat féltem. Hogy van apád és anyád? Ó, igazából nem a szüleim. Tényleg? 11 éves koromban fogadtak örökbe, miután Sunny bátyám meghalt. Ó, nagyon sajnálom. Ó, ez a ló ismerősnek tűnik. Gyönyörű, nem? Apám most vette nekem. Készen állsz holnap egy kalandra? Mi? Ó, igen, gondolom. Jó.
Szia! Mrs. Lahey! Ó, oh, mi az? Az én rajzomat nem szedte be. Ó, oh, bocsáss meg. Nagyon szép. A kislánya, ahogy felmegy a mennybe. Nincs több iskola. Próbáltam tanítani, de nem ment. Majd megleszünk. Hát akár igen, akár nem. Visszamenni nem tudok. Az évvel. Lahé! Willy! A sheriffállás miatt jöttem, ha még áll az ajánlat. Még áll az ajánlat. Jöjjön be, megbeszéljük a részleteket. Sámson akkor így könyörgött az Úrhoz. Uram, Istenem, könyörgök, emlékezzél meg rólam és erősíts meg engem. Könyörgök, most az egyszer. Ó, Uram. Papa! Kis ember. Nagyon szorítasz. Kuki hagyott neked vacsorát a tűzhelyen. Doroszt polgármester állást ajánlott nekem. Milyen állást? Sheriff kell nekik. Nem beszéltük meg. Viszont a pénz kell, hogy menjen a farm. A farmot kiviszi majd.
Scotty. Missy, vérzik az ujjad. Nem is éreztem. William LaHaye. Tedsford Junction sheriffjeként sok és sokféle kötelessége lesz. Nem kizárólag, de többek közt a béke őrzése. Ítéletek és letartóztatások. Hitelezői vagyon lefoglalása, ha szükséges. Hivatalos okmányok és felhívások kiállítása. Ígéri becsületére, igaz szavára és a Bibliára, mint lelkiismeretére, hogy mindezt megtartja? Ígérem. Mint a város polgármestere, ezennel hivatalosan beiktatom. Gratulálok, LaHaye sheriff. Üdv! Hello! Úgy nézel ki, mint akire ráfér egy kis kaland. Valóban? Gyere, gyere velem! Ne, nem lehet, ezt még be kell fejeznem. Befejezed később. Egy férfi nem hagyja félbe a munkát. Egy férfi ura a saját napjának, a munka idejének. Tudja, mikor mit tesz. Gyere. Gyere. Cookie. Van valami étel, amit kivihetnék Scottynak és Jeffnek? Épp azon vagyok, hogy legyen. Medi lefeküdt aludni? Igen, uram. A lányom hogy van? Hát, uram, nem eszik. És ki sem jön abból a szobából. Olyan, mintha... Mintha már nem is élne. Olyan, mintha már nem is élne. Megpróbálhatnánk adni neki a leveséből, mennyei az illata. Próbáljunk. Missy. Imádkoztam az Úrhoz. Hogy ő adjon neked vigaszt. Hoztam neked egy kis levest. Nem kérek. Kérlek, legalább próbáld meg. Még ha nem is vagy éhes. Kérlek, apa, adják. Nem tehetem, drágám. Túlságosan szeretlek. Akkor tedd a dolgod, és csukd le azt a mocsok daraszt! Előbb tedd le a pisztolyt, és megbeszéljük. A beszéd nem menti meg a földemet. Golyunk el ide! Ugyan már, Joe. Iszunk egy kávét az irodámban. Aztán mindent elrendezünk. Meglátjuk, mi nyomja a szívedet. Daraszt nyomja a szívemet! Samuel, kiforgattak mindenedből, darasz! Hallgass rám, Joe. Joe!
Ne kürtöld így világgá a terved. Oda a családom. Te segítesz le, hé? Igen, segítek oda bent. Kapsz kávét. Alszol egyet. Minden rendben. Melyik az ember még van a városban, Willy? Kihűl a neves. Makacs vagy. Az. Több száz lehet. Anyám hozatta ide a bostoni otthonából. Apa mindig azt mondogatta, hogy a könyveiből él. William Shakespeare összes művei. Ó, sokat olvastál tőle? Missy elolvastatta velem a Rómeót. Olyan romantikus, nem? Hát jó pár éve olvastam már. És akkor még jobban érdekelt a méreg meg a tőr. Pedig talán, ha most olvasnád, jobban érdekelne a szerelmi szál. Meg lehet. Ha most olvasnád, belátnád, hogy bár fiatalok, a saját szívüket jól ismerik, és tudják, hogy az övék igaz szerelem. Kölcsönadom, ha akarod. Tényleg? Persze, miért ne? Mármint találkozunk még, nem? Attól tartok, az túl kényes ahhoz, hogy kölcsönadjuk. Jeff-el lovagoltunk egyet, aztán megmutattam a könyvtárat. Ez... Ehhez hasonlót még sohasem láttam. Viszont, amint látod, ez az irodám is, és vár rá most a munka. Ó, apa, már csak néhány könyvet akartam megmutatni. Attól tartok, azzal várnod kell. De apa... Nem gond. Apád elfoglalt emberre. Viszlát, uram. Viszlát. Annyira sajnálom. Apám általában nem szokott ilyen mogorva lenni. Ez ne bántson. Legközelebb elhozom a könyvet, jó? Ne. Inkább ne. Apád dühös lenne. Azóta dühítem apámat, amióta meg tudom mondani, hogy milyen ruhát akarok felvenni. Olyan lány vagy, aki szeret ellenkezni. Olyan nő vagyok, aki tudja, mit akar. No, és mi volna az? Több időt együtt lenni veled. Mármint, ha nem bánod, és bocsánat, ha most elkényeztetett libának tűnök. Nem. Nem, nekem ez tetszik. Colette! Kérlek, szívecském, gyere be! Foglalj helyet! Szóval, ez a legújabb, hogy ismeretlen fiatal emberekkel lófrálsz? Alig, ha ismeretlen apám. A Lahé farmon ismertem meg. És azóta találkozgatsz vele? Találkoztunk néhányszor. Hát olyan unalmas itthon, hogy effélékkel kell töltened az idődet. Adj neki egy esélyt. Olvasott. Ért a gazdálkodáshoz. Te is meg fogod kedvelni. Nem valószínű, hogy ez megtörténik. Te ugyanis visszamész az iskolába, ő meg visszamegy a dolgára, akármi is az.
Későn jöttél. Felébresztettelek? Fent voltam. Csak gondolkoztam. Lili, te tudtál sírni, mióta Keti? Nem. Jöjjön be, serif. Mr. Doros már várta. Fiúk? Lahé, serif. Remélem, hozta az étvágyát. Üljön le. Hát jó. Köszönöm. Juanita! Sí? Töltsön bort, kérem. Sí, señor. Volna néhány sürgős ügy, amiben a figyelmét kérném. Úgy tűnik, Harry és Melinda Klein, igen, nehéz helyzetbe hozott engem. Harry és Melinda jó barátaim. Bizonyára jó emberek. De a tartozásukat nekik is meg kell fizetniük. Rossz évük volt tavaly. Klein komoly kölcsönt vett fel tőlem. A földjét és a jószágát zálogosította el. Több részletet elmulasztott. Mennyivel tartozik? Sokkal. Fizetnie kell. Vagy magának kell kilakoltatnia. Nincs Joe Paxont? Hallottam, hogy milyen ramazurit csapott. Részeges őrült. Mindenét elvesztette. A családját is el kellett küldenie, mert nem tudta eltartani. Mikor kisfiú voltam, napokig is mentem korgó gyomorral. És mikor végre enni kaptam, nem tudtam élvezni, mert folyton azon járt az eszem, hogy legközelebb hol eszem. Mindez csupán azért, mert apám egy gyönge alak volt. Felépített mindent, ahogy kell. Csak azért, hogy jöjjön valaki és elvegye. De én nem vagyok olyan lahé. Maga lakik a legnagyobb házban, közel s távol. A távolság köztem és a szegénység esélye közt sose lesz elég nagy számomra. És ha ehhez ki kell rúgnom a földjükről olyanokat, mint Paxson, hát legyen. Én nem fogom hagyni, hogy az élet kibabráljon velem. Tudja, mindenkinek van választása. Itt van például okáért maga. Maga úgy döntött, hogy serif lesz, hogy étel tehessen a család asztalára. Na és Paxson? Úgy döntött, marhát nevel. Ami más ember asztalára került. Mi? Bizonyám. Ha visszamegy a fogdára, Paxsonnak köszönje meg azt a sültet. Ő állta az ebédet. Vissza kell mennem. Ó, serif! Nem felejtettél valamit? Azok a papírok feljogosítanak, hogy magamnak követeljen Henry Klein birtokát, amennyiben nem fizet. Ha van pénze, hogy kifizessen, hát jó. De ha nincs, végezze a munkáját, serif. Figyelmeztesse. 7 nap. És el kell hagyniuk a helyszínt. De az összes ingóságuk, ideértve a jószágot is, marad. Mondd meg Dorosznak, hogy fizetek, ha elhajtottam a marhát a piacra. Az csak 1 hónap múlva lesz. A szerződés szerint valamennyit fizetned kell neki most. Legalább 1 részletet. Nem tudsz eladni valamit? Eladtam mindent, ami nem volt lekötve. És tudod, Melinda várandós.
nem mondtad, hogy ennyire rosszul áll a szénád? Azt hiszem, a csodáért imádkoztam. Doros nem fogja annyiban hagyni Henry. Elveszi a földedet. Csak a holttestemen keresztül. Az ilyen beszéddel nem megy a családod semmire. A törvény kimondja, hogy van 7 napod, vagy nekem kell kilakoltatnom téged. Szia, apa. Jó reggelt. Korán keltél ma. Hú. Én mondom, ez a Scotty. Ez aztán a kemény öregember. Többet dolgoztat, mint az a farmer, akinek eltört az ekélye és sánta a lova. Te jól vagy? Igyekszem, apa. A legtöbbször úgy érzem, egy sötét felhő lóg fölöttünk, és én nem jutok ki alóla. Csak gyötörnek a kételyek, és megingott a hitem. Úgy érzem, Willy és én egyre távolodunk. Egy gyermek halála a legszörnyűbb fájdalom, amit egy szülő átélhet. Most az a fő, hogy ne engedd, hogy ez a sötét felhő örökre rád telepedjen. Megfosszon az örömtől, megkeserítsen. Igazságnak álcázott hazugságokat fog súdosni neked. Megpróbál majd elszakítani azoktól, akiket szeretsz. Tudod, hogy te és Willy bármikor hazajöhettek, ha úgy döntetek. Mi mindent megteszünk, hogy új életet kezdhessetek. Köszönöm, apa. Hé, ti ketten olyan keményen dolgoztatok, hogy minden más meglegyen. Igen, azt hiszem. Így hát tudod, hol van. Ezt hogy érted? Úgy értem, hogy legfőbb ideje, hogy meglátogasd a férjedet. A serifet. Na, szedd rendbe magadat. Én addig felnyergelek. Nem állhatok le, Colette. Hogy segíthetek? Add a kalapácsot meg a szöget. Igaza volt. Colette és a Lahely fiú eléggé összemelegedtek. Most is együtt vannak. Megbánja még ezt. Remélem, nem zavarok. Ha most alkalmatlan az idő, szívesen... Nem, nem. Örülök neked, Melinda. Gyere beljebb.
Bocsáss meg, hogy nem jöttem hamarabb. Rossz barát voltam. Jaj, nem. Kérlek, ne is mondj ilyet. Korábban talán nem is bírta volna a társaságot. Hogy vagytok Harryvel és a babával? Jól. Kivéve, hogy a farm, de... A farm? Willy nem mondta? Mostanság nem sokat látom Willit. Amióta sheriffként dolgozik. Ezt tudtad? Járt nálunk a minap. Mi történt, Melinda? Harry tartozik Sam Dorosznak. Ő küldte oda Willit, hogy hajtsa be. Sajnálom. Nagyon sajnálom, Melinda. Tavaly az asszály után Dorosz felkereste Harryt, és úgy tett, mintha segíteni akarna, hogy újra sírre kerüljön. És mint mindenki pénzükében voltunk, úgyhogy elfogadtuk az ajánlatát. Most hátralékban vagyunk. És mivel Willy lett a sheriff, neki kell kilakoltatnia. Willy nem teszi. Egy sheriffnek nincs választása. Mi lesz Harryvel és Melindával, ha nem fizet Dorosznak időben? Dorosz lefoglaltatja a farmjukat, ahogy megtette Joe Paxonnal, és talán másokkal is. Tudom, ez szörnyű neked. Arra gondoltam, hogy visszamegyek tanítani. Oh. Ha visszamennék, nem kéne ezt csinálnod, és nem kerülnél ilyen helyzetbe. Nem mehetsz vissza tanítani, Missy. De igenis, újból megnyithatom. Nem. Nem most, kérlek. Miért? Ezt nem értem. Nem tudom megmagyarázni. Csak tudnom kell, hogy itt vagy biztonságban. Itt maradok, Willy. Maradok. Imádkoztál segítségért? Valahogy nem megy. Megpróbálhatnánk együtt imádkozni. Pontosan miért imádkoznánk, Missy? Az egyetlen, amire mindketten vágyunk. Sose kapjuk már vissza. Amint látja Mr. Taylorson, minden, amit hoztam, a legfinomabb minőség. Sajnálom, Mrs. Lahey, de 13-nál többet nem adhatok.
Az még mindig $2 kevesebb, mint ami kell. Hát az már csak magán múlik. De ha ez megér magának $2. Örülök, hogy ideért, Sheriff. Mindketten úgy véljük, hogy a saját földünkön állunk. Harry, tudtad, hogy eljön ez a nap? Legalább valamit összecsomagolhattál volna, hogy azt ne vigye el. Nem megyek én sehova. Emberek, meddig tart ez még? Kérlek. Tudom, csak a munkát végzed. Úgy tűnik, Lion, a Zsák utcába kerültünk. Ével. Annyira el van telve magával, hogy észre sem veszi, hogy maga is csak eszköz. Meglátja, a kapzsisága fogja a sírba vinni. És ha megöregszik, a zsugorisága és a galátsága emlékeiből él majd. És túl büszke lesz, hogy bevallja, hogy semmi. Csupán üres héj. Ismerem a fajtáját. Nem tűri a feddést. Pedig nem ilyennek született volna. De elutasítja azt, amire teremtetett. Fogja, Dorosz. Ez elég ahhoz, hogy itt maradjunk a földünkön. Újabb 30 napig. Ó, és mellesleg. Azelőtt jól elkész voltam. De most farmer. Tűnjön el a földemről. 30 nap. Hölgyek. Menjünk. Jól vagy? Meg kellett volna tennem. Tudom. Hazajössz velem. Dolgom van a városban.
Colette? Te vagy az? Szia, apa. Szia. Hol voltál? Lovagoltam egyet. Egyedül? Pár nap múlva egy csapat lány között leszek az iskolában. Nem bánom a magányt. Értem. Ha ez minden, akkor megyek, átöltözöm. Nem még volna egy dolog. Egy lelkiismereti ügy. Máshogy döntöttem arról az új lovadról. Amelyiket elvetted Kleinéktól? Igen, már napok óta ez foglalkoztat. Mégiscsak az a helyes, ha visszaadjuk. Oh, apa, ez csodálatos. Csak azt nem tudom még, hogy pontosan hogyan csinálja. Egyszerűen csak add vissza. Én üzletember vagyok. Van egyfajta hírem, Colette. Nem tűnhetek látszívűnek. Azt hiszem, a legjobb megoldás az lesz, hogyha te adod oda a lovat annak a Jeff Lahey barátodnak, és ő visszajuttatja Kleinéknak. És még egy. Senki ne tudja meg, hogy az én ötletem volt. Nem árulom el. Köszönöm, apa, helyesen cselekszel. Igen, tudom. Gyere, menjünk be! Fussunk! Ne, apa! Gyere! Apa, gyere szépen! Engedjen! Gyere, be kell mennünk! Mi ütött beléd? Kérlek, ereszel! Végre érzem! Az esőt, a cseppeket, végre érzek valamit! Sem ismerhetted, olyan édes volt, mint egy angyal. Tudom. Én már azt sem tudom, hogy mit csinálok. Ami a dolgokat, kicsi. Ami a dolgokat. Missy.
Én nem is tudtam, hogy bejössz a városba. Kicsit engem is meglepett, de ugye nem baj. Ó, dehogy. Hogy lenne? Jól néz ki. Csak egy kis maradék sonka. Úgy tervezem, hogy Kukit nyúzza. Az jó. Az időért, amíg a miénk volt. Hálát adunk. Életünk minden napján, amikor hiányozni fog. Kérjük, hogy szereteted enyhítse szívük fájdalmát. Ámen. Ámen. Elbúcsúzni. Csak egy kis időre búcsúzunk. Hiányozni fogsz. Te is nekem. Hoztam valamit. Jaj, de én nem... Valójában két dolgot, de nem igazi ajándékok, mert nem tarthatod meg. Tessék. Ezt nem vehetem el. Csak tedd el. Olvasd el a Rómeó és Júliát. A kedvemért. Köszönöm. Ó, gyere. Azt akarom, hogy vidd vissza a lovamat Mrs. Kleinnak. De Colette, az apád... Apám adta nekem ezt a lovat. Én meg visszaadom. Indulnom kell. Majd bakot tartok. Shakespeare, tudja!
úgy tűnik, megcsíptük a lótolvajt. Kapjuk el, fiúk. Jeff, ugyebár? Tudja a nevem. Ebből azt mondja, rajta kapott, hogy elloptad a lovunkat. Tetten ért. Neki is mondtam. Colette adta a lovat, hogy vigyen vissza Kleiniknak. Ez valami összeesküvés lesz, amit Kleinékkal főztél ki, hisz tudjuk, milyen jó barátai apádéknak. Harry és Melinda nem tud erről semmit. Ide hallgass, fiam. Nem segíthetek rajtad, ha nem vagy őszinte. Tudod, mit csinálunk a lótolvajokkal? Ezt úgy csináljuk, ahogy a nagykönyvben van. Beviszlek a városba. A sheriff nem csinál semmit a saját fattyában. William Lahey, a törvény embere. És nincs kétségem afelől, hogy helyesen cselekszik. Na, vidd ezt a mocskot a házamból. Nyomás! Jeff! Hoztam magának még egy madárkát, sheriff. Zárja be, míg a szövetségi marsal meg nem jön. El a kezét a fiamról! Az embereim rajta kapták egy lopott lovat. Ó, de rajtám. Én magam tanúsítom az embereimmel. És tudomásom szerint a lótolvajok kötelet kapnak errefelé. De hajlandó lennék ejteni a vádat, amennyiben eltűnik, és többé nem tér vissza. Csak lassan a testtel, Doros, ez valami félreértés kell, hogy legyen. Na, nincs itt semmi félreértés. Hiszen a fiú elvitte a lovamat. A tulajdonomat. Erre meg is esküdnének egy bíró előtt? Egy rakás bibliára. Elvenné tőlem a fiamat? A saját lányomat börtönbe küldeni, ha tudnám, hogy lopott. Nem hagyhatja, hogy a család a törvény útjába álljon. Tudja mit, Doros? Ez egyszer egyetértek. Nos? Magam tettelek fel a kocsira. Megállítottam a kocsit. Megtehetem. Amikor megláttam a lovat a karámomban, elővettem Jeffet. Azt mondta, Colette vissza akarta adni a lovat Kleinéknak. Látja? Tudtam, hogy egy ilyen kígyó, mint maga forral valamit. Valamit, ami bajt hoz a fiamra. Ezért kellett Colette, hogy tanúskodjon. Arra az esetre, hogyha félreértés alulna. Úgy tűnik, jobb sheriff vagyok, mint hittem volna. Most mire készül? Komolyan azt hiszi, hogy ráveheti az én lányomat, hogy tanúskodjon ellenem. Colette. Úgy van, ahogy mondtad. A család nem állhat a törvény útjába. Colette.
Mit akar Lahi? A következőket. Ebben a ruhában tetszel a legjobban. Köszönöm. Valamit elfelejtettél. Fordulj meg. Így már tökéletes. Honnan? Azóta nem hordod a medált, mióta Harry és Melinda fizetett Dorosznak. Egyszerűen kitaláltam. De nem mondtad Harrynek vagy Melindának? Nem. Az most is a te titkod. Hogy szerezted? Meg nincs is pénzünk. Az első fizetésemből. Erre volt a legnagyobb szükségünk. Köszönöm. Köszönöm, hogy visszavetted. Tessék, Cookie. Ó, köszönöm. Jaj, minden olyan incsiklandó. Hogy vagy? Jaj, Melinda, köszönöm, és te? Jó kis mulatság. Igen, sok vidám ember. Igen, csak egy csipetnyi finom kajánbos kell a csirkére, és már is egészen más íza. Kás, Ebatta, nem mész innen! Azt a kutya fáját! Ide jönnek elcsenni a csirkémet! Rosszabbak, mint a róka a gyúkolban. Képesek ellopni a legjobb falatokat, a mindenét neki. Mr. Paxson, hozhatok valamit? Hát, azt kell mondanom, a férjével sokat tettek értem. Visszakaptam a farmot. Jaj, ennek annyira örülök. Igen. Sürgönyöztem a nejemnek, hogy újra van fedél a fejünk fölött, és azt üzente, hogy jönnek haza. Ez annyira csodálatos. Igen, ez az. Bocsásson meg, kérem. Hogy? Ide hallgass! Jó sok vasárnapomba fog telni, míg ezt mind elmesélem anyádnak. Ó, maradhatnám még tovább is, hogy még több mesélni valód legyen. Ó, jövök én még látogatóba, megígérem. És addig is, ha jól emlékszem, egyszer régen megtanítottam az én lánykámat táncolni. Vigyázz magadra, fiú. Na, gyere ide. Oh, te jó ég, de megnőttél. Vigyázz a családra. Oké. Szeretlek. Én is téged, nagyapa. Köszönjük a segítséget. Támaszunk voltál a nehéz időben. Úgy emlékszem, te is megtetted már nekem. Jó utazást. Köszönöm. Üdvözletem Martinak. Átadom. Öleld meg a mamát helyette. Meg lesz. És Árnit, és Éront. Őket is. Olyan hálás vagyok, hogy itt voltál velünk. Nem tudom, mi lett volna velünk nélküled. Ennek így kellett lenni, Missy. Az Úr időzítése mindig tökéletes.
Még ha mi akkor nem is vesszük észre. Na gyere! Nem akarlak elengedni. Aztán csak írd azokat a leveleket, hallod? Különösen most, hogy már összetudom kötni az arcokat a nevekkel. Szeretlek, szívem. Jobban, mint bármi más a világon. Én is téged, apa. Ég áldjon. Ég veled, szívem. Ég veled. Hopp, Lucy, hopp, pici! Szinkron Szécs készítette.